És akkor lépjük még tovább, egyre közelebb a... Kategória győztest hirdethetünk, ugye? Gyakorlatilag az animációs világnak a győztesét. Azért nem egy klip szerepelt itt animációval. Igen. Ez így van. Emlékeztek a Good Song-ra, a Blur-től? Emlékeztek arra számra, ahol jön az ember a fújógéppel, a portfújóval? És elfújja az egyik kutyát, hogy a másik a földet bossza, meg a biliárdgolyót, vagy a golflabdát kifújja a lukból. Megvan? Na, ez ugyanezek gyártották a most következő klippet. Ez az úgynevezett Sinol vagy Sajnol a csoport. Tulajdonképpen négy londoni művészről van szó, de ez egy későbbi, ez egy 2003-as klip. Azt lehet mondani, hogy azt, ami már eleve nagyon nyomasztó volt, és nagyon elementáris volt, és valami nagyon egzisztenciális volt abban a Good Songban, hogyha emlékeztek rá, hát azt sikerült még egy ligával följebb költöztetni ebben a bizonyos számban. De az Uncle nevű alter grupnak, vagy alter formációnak az Eye for an Eye című dala, és az ahhoz készült videóklip 2003-ból. Nem kívánok hozzá jó szórakozást, inkább egy nagyívű visszarettenést kívánok mindattól, ami látható lesz. Megint valami nagyon tanulságos, valami nagyon elementárisan drámai dolog fog történni a második legjobb videóklip tolmácsolásában, amely a Sajnol a csoportnak és az Antónak köszönhető a második helyről. Jaj, nem kívánok jó szórakozást! Gandhi szavaival végződik a videóklip. Őtőle idéz a rendező csoport. Hát ez egy nagyon sokkoló klip. Egy nagyon, nagyon brutális tükröt tart globális társadalmunknak, úgy ítélem. A szimbolikája, mondhatják egyesek, hogy didaktikus, de akkor remélem, hogy mindenki pontosan ugyanarra gondolt. De ha nem ugyanarra gondolt mindenki, hanem különböző megfeleltetések, vagy különböző szimbólumok jelentek meg, vagy különböző értelmezések fakadtak fel, akkor talán mégsem annyira didaktikus, és talán mégis hagy teret. De szerintem sebész ilyen pontos. Annyit legalábbis kimerek jelenteni. Hát én elvittem ebből a tanulságomat, az biztos. Tehát, hogyha óriási fekete repülőgépek hoznak egy hatalmas gumimacit, akinek WC-szerű feje van, és nagyon sok melbimbója, akkor arra nem szabad rámenni. Úgyhogy ez biztos, hogy magamban visszamegy életre. Zabáld a cseresznyét, bazd meg! Nem elég jó a cseresznye? Igen, a cseresznyét, sokáig jó volt a cseresznye, bazd meg, jó lesz a gyerekednek is, hogy nem, kell a nagy gumimedvétől szopni kell. De nem, az alapvető probléma, hogy régen is megvolt a cseresznye mindenkinek, mindenki jól megélt belőle. De jött valami új, nagyobb, könnyebb, kényelmesebb, komfortosabb, pont a pofádba illik olyan alakú, hogy pont beleillik a pofádba. Tehát hogy nem az van, hogy így nyitogatni kell a pofádat és harapni a cseresznyét, ahogyan régen, hanem az pont olyan alakú, bazd meg, hogy pont a pofádra illik, olyan kurva kényelmes rácuppanni. Hát, ha ez nem a televízióról szól ez a klip, és nem a tömeg tájékoztatásról, és nem a tömegkultúráról, meg nem arról, hogy előreemésztett információkat, előreemésztett esztétikumot, előreemésztett kultúrát, és előreemésztett életet kapsz a sajátod helyett, az eredeti életed helyett, amiért talán többet kellett dolgozni, talán nem pont a seggedre lett méretezve, talán nem pont a te formátumodra lett gyártva, talán pont nem olyan kurva kényelmes, hogy úgy tempeszkedjél el benne, mintha nem is lennél, de biztos, hogy szerves, és biztos, hogy nem áll mögötte egy tábornok, amelyik aztán bevezényel téged a sűrűbe, hogy aztán gyártsál hasonlókat magadhoz, ahhoz, amilyet gyártott ő belőled. Hát identitást azt lehet fejleszteni, meg lehet fogyasztani. Ma már inkább fogyasztjuk az identitást. Nem cipőt veszünk, hanem Nike identitást.
nem futunk, hanem Nike Woman-ek vagyunk például. Azt gondolom, hogy az önálló gondolkodás, a kritikai gondolkodás, meg úgy általában a saját identitás az, az most már nagyon-nagyon kihalóban van, és mindenhol identitás csomagokat adnak el. Például a Magyarországon most már a jobboldali package-et azt egybe lehet kapni, tehát mindent kapsz hozzá. Kapsz hozzá éttermet, ahol lehet, bort, amit szeret, zenét, amit szeret, énekeseket, akiket szeret. Talán csak minden megvan egybe, egy egész világnézet, egy kultúra, vallás. Baloldal most éppen nincs ilyen, de volt idő, hogy volt. És nem nagyon találkoztam olyan erős jobberrel, aki a láncnak az egész tagját ne cumizta volna be úgy egybe. Tehát olyan nem volt közöttük, aki szerint Konrád György jó író, Márai meg szar, de egyébként az Orbánra szavazok. Szóval ez így egybe volt az egész. Nyilván biztos van ilyen tisztelt a kivételnek. De azt akarom mondani, hogy nagyon sematizálódtak azok az identitás termékek, amelyekből lehet választani, és a várható sokszínűsége a világnak, amit gondoltam a rendszerváltás környékén, az nagyon megváltozott, és talán még sematikusabb lett, mint volt. De hogy miért van ez? Miért árulnak identitást? Hát azért, mert az identitást árulni óriási biznisz. Ugyanis ha én Nike Woman-eket tudok csinálni, akkor viszonylag sokat tudok, én viszont kurva sokat tudok a Nike Woman-ről. És hogyha nekem sikerül a nőkből Nike Woman-eket csinálni, akkor sokkal könnyebben fogom tudni meghatározni azt, hogy mi lesz az a következő dolog, amit le tudok tolni az ő torkukon. Úgyhogy minden termékkel, amikor identitást adok el, ebben garantálom azt, hogy újabb termékek szülessenek, illetve újabb termékek menjenek ki a piacra, és azok fogyasztódjanak, és egyre pokolibbá, sematikusabbá, falanszterebbé és ördögibbé teszem ezt a helyet, ahol itt élünk. Úgyhogy azt gondolom, hogy az identitást azt ne fogyasszátok, hanem fejlesztétek. Nem akarok belemagyarázni senkinek a fejébe kompakt ideológiákat ezzel a klippel kapcsolatban, vagy értelmezéseket ezzel a klippel kapcsolatban. Azt gondolom, hogy eléggé tág asszociációs tere van, de az én számomra ez nem győzöm hangsúlyozni, hogy mennyire a televízióról szól. Tehát szerintem a gumimaci, amit a repülőgépek hoznak, és a repülőgépeknek nem tudom, hogy megfigyeltétek-e a hátsó légterelőjén, ahol a légitársaság szokott lenni, ott egy gumimaci volt. Tehát ők a gumimacit hozzák. Ők egy gumimacibb világot hoznak, mint amilyen gumimacik ti itt vagytok. És egy olyan világot hoznak, ahol a gumimacinak nem kell többé cseresznyét zabálnia, vagy medgyet, vagy mit, és nem kell nyitogatni a pofáját, hanem úgy rácuppalhat, mintha csak a gumimaci emlőjén született volna. Tehát valahogy valami nagyon kényelmeset szállít neked. Volt egy saját életed. A saját életedben megvoltak a saját ketteléseid, megvoltak a saját igényeid, szükségleteid, a saját szenvedélyeid, és ezekért valamennyire megdolgoztál, ezeket nem kaptad, csak úgy nem repült a pofádba, mint a sült galamb. De hát ez volt a te életed. Szerves volt, és mivel nem volt alternatívája, ez volt a legjobb élet, amit élhetsz. De aztán lett egy alternatívája a televízió, amely a te saját életed helyett fölkínál egy számodra nézhető, a te tudatodba közvetlen, direkt módon becsatornázott életet, ahol már semmit nem kell csinálnod. Nem kell kalandokat keresned, mert a kalandokat elhozza neked a TV2. Na konkrétan erről van szó. Tehát arról van szó, hogy azelőtt, hogyha át akartál élni valami mozgalmasat a saját életed helyett, ahhoz el kellett menned cseresznyéért, bazd meg. Volt, hogy nem volt cseresznye, volt, hogy éretlen volt a cseresznye, volt, hogy túlérett volt a cseresznye, meg olyan is volt, hogy fönn volt a baszott magasván a cseresznye, de meg egy ilyen kis puha testű ízi gumimaci vagy, és nem tudtál fölmenni érte. Aztán voltak a jó állapotok, amikor ott volt a cseresznye a pofádba, azt lehetett tenni. Onnantól kezdve, hogy eljött érted a televízió, nem kell sehova sem menni a cseresznyéért, nem kell kivárni, hogy beérjen, nem kell semmi, nem kell megdolgoznod a saját élményeidért, hiszen azért a tudat mérnökei már megdolgoztak, csak elhozták ide neked. És te csak zabáld. Semmi szükség. És az az igazság, hogy ez a klip, ez arról szól, az én számomra legalábbis, nem akarom én ezt belétek magyarázni, az én számomra arról szól, hogy a televízió hogyan gyárt zombikat, és aztán majd a zombik
a televízió segítségével hogyan gyártanak újabb zombikat. Tehát valami olyan, valami nagyon-nagyon pessimista dolgot fogalmaz meg a civilizációval kapcsolatban. Talán nem eredetileg a civilizációval kapcsolatban, de azzal kapcsolatban feltétlenül, ahova a civilizációnk mára jutott. A civilizációnk mára a tömegkultúrának a terjesztéséért felel. Leginkább ez lett ma a civilizáció. Ezek a mi civilizációs vívmányaink. A televízió. És a televízió által közvetített tömegkultúra. És hogy a televízió által közvetített tömegkultúrának, és az emberi civilizációra, és az emberi kultúrára, és az emberi társadalmakra gyakorolt roppant kártékony, és roppant fertőző, és roppant hazug, és álságos, és agresszív módon terjeszkedő hatását ennél a videoklipnél erőteljesebben, és frontálisabban, és keményebben soha nem láttatta velem még semmi. Egy apró példa egyébként, ha már a tévézésnél tartunk. Elképesztő volt. Azt figyeltem egyébként, hogy hazugság, az ilyen nagyon nyilvánvaló hazugság, az mennyire természetes. Most mondok egy nagyon hülye példát, de most ez volt a legutolsó, ahol ez megütötte a szemem. Volt egy műsor, ahol egy nő volt 240 kiló. Jó? És volt egy pasi, az meg kb. Ugyanakkora volt, és a nő életbe akart maradni, ezért lefogyott, mit tudom én, ledobott kb. Egy 40-est, és a pasia, meg ennek az egész műsornak a végén várta egy virággal, hallod? És azt mondta, amikor kijött a nő, hogy mennyire gyönyörű vagy. Ezzel az a bajom, hogy ez egészen biztos a hazugság. Mert ha a kövér pasi azért szerette a csajt, mert kövér, akkor most, hogy fogyott, egy kicsit kevésbé lett szebb. Tehát akkor idáig is azt gondolt, hogy gyönyörű vagy. Tehát azt nem mondhatta, hogy most gyönyörű vagy, hiszen ebben volt szerelmes. Ha viszont esetleg mégis zavarta, hogy kövér, akkor meg nem történt az-e akkora változás. Na, azt lehetett volna mondani a nőnek, hogy te ügyes vagy, elképesztő, hogy mit raktál le az asztalra ez ügyben, meg de jó, hogy kiállsz magadért. Nem ez kellett. Azt kellett neki mondani, hogy milyen szexi. Ja, rohadt szexi, baszki. Mindegy, nem az én ízlésem, de a pasié sem, hiszen szexibb lett. Hát akkor még valahova menni. Csak hogy mennyire elfogadottá vált ez a fajta hazugság, és mennyire elfogadottá vált, úgy általában veled kapcsolatban, a visszajelzés szintjén az emberek össze-vissza hazudnak neked. És a nő nem azt mondja a pasiának, hogy Narul, hogy érted azt, hogy gyönyörű vagyok? Idáig nem voltam szép. Most akkor szebb lettem? Azáltal, hogy lefogytam, akkor idáig ez nem tetszett? Nem, hanem azt mondja, jaj, de jó, jaj, de örülök. Mert az a lényeg, hogy az emberek elfogadjanak, tehát hogy az emberek a megerősítést megkapnak. És bármit hazudhatnak addig, amíg a megerősítésükről, illetve a visszajelzésükről téged garantálnak. Ennyi. És ez egész döbbenetes volt, hogy abba gondoltam, hogy hány ilyen hazugság csúszik le az én tudatalattimba egy nap, hogyha egyet észrevettem, és ez ennyire farkasordító volt, és hogy hány ilyen lehet még, amit nem rágok meg tudatosan, és megy le szépen a helyére a tudatalattiba. Egyetlen tanácssal szolgál, szerintem egy nagyon-nagyon fontos tanácssal szolgál ez a videóklip a számotokra, hogyha olyan ilyen kis melbimbókat vagy tőgyeket láttok, amik pontosan ugyanakkorák, mint a szájatok, nem kell reflexzerűen elejteni a cseresznyét. Tehát így azért meglátták, és így a picsa is így már nem volt sem, mert milyen cseresznye, már semmi cseresznye sem, sehol se, soha se. Tehát, hogyha pontosan ugyanakkora a melbimbó, amekkora a szájatok, akkor úgy pont rá illik, mintha csak rá gyártották volna, hogy már csak rá kéne már cuppanni és kész, akkor ott valami kurvára nem stimmel. Hát amögött a melbimbó mögött, ami pontosan akkora, mint a szájad, amögött ott lesz egy rovartábornok, aki be fog téged terelni annak a hatalmas gumimacinak a belsejébe, és a repülőgépek el fognak téged szállítani, hogy új gumimacikat
olvassál, hogy itt zajlott, ha láttátok. Tehát ez, és ha szerintem, hogyha van nagyon fontos üzenet ennek, akkor az az, hogy kurvára vigyázzatok ezzel a nagyon komfortos, nagyon előre gyártott, nagyon a számotokra, mintha csak neked találták volna ki élménnyel. Mert nem evolúcióbarát. Mert a cseresznye az evolúcióbarát. Nem pont a pofádba illik, de pont elég jó pofád van ahhoz, hogy megegyed. Ez a cseresznye az pont jó volt. De nem. Mert a tökéletes kellett. Aztán. Mert a tökéletes. Mert az, annál van is jó, jobb is van már annál már. Szóval vigyázzatok ezzel a túl komfortossal, meg túl tökéletessel, és hogyha elfogadtok egy tanácsot, nem elsősorban tőlem, hanem az alkotóktól, akkor törekedjetek mindig az ideálisra, és ne feltétlenül a maximálisra. Szerintem, ha van igazán nagy tragédiája a jelenkornak, akkor az az, hogy az ideálisat felváltotta a maximális. Az emberek nem a nem az optimálisra törekednek, hanem a totálisra. És a totális az a pusztulásba vezet. A totális háború, a totális fogyasztás nem emberi léptékű. Nem a kultúránkra, nem a civilizációkra, és elsősorban nem az evolúciókra szabott. Úgyhogy hajrá cseresznye, biztos, hogy kényelmetlenebb rágni, mint egyszerűen beszopni. Ennek ellenére az evolúció azt támogatja, és nagyon sok generáció gumimaci élt már meg belőle. Úgyhogy nagyon vigyázzatok a nyugat felől érkező és a ti emblémátokat hordozó nagyon kényelmes és nagyon komfortos és kibaszott urátok szabott megoldásokkal. Szerintem, ha van közlés ennek a videóklipnek, akkor az ez.